Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Breuer Péter. A Pirkadat mai vendége... Van Tamás, nemzetközi jogász. Jó reggelt kívánok. Szép jó reggelt kívánok. Nem tudom, hogy mennyit ért a bankrendszerhez, és hogy kinek milyen jogosultsága van, de az Európai Uniónak, illetve a bizottságnak van-e inkasszó engedélye? Ez egy nagyon jó kérdés. Abban az értelemben, ahogy mi mezei polgárok ismerjük az inkasszó intézményét, olyan biztos, hogy nincsen. Tehát azt nem teheti meg az Európai Bizottság, hogy mondjuk a magyar államnak a magyar államkincstárnál vezetett számláira megpróbáljon valami végrehajtást vezetni. Tehát ilyen jellegű inkasszó joga lehetősége nincsen. Amire viszont van joga lehetősége az Európai Bizottsága, például a kötelezettségszegési eljárások eredményeképpen keletkezett kint lévőségek tekintetében, hogy olyan letiltásokat alkalmazzon, amik egyébként valamilyen forrásokból járnának a magyar állam részére. Tehát ennyi lehetősége van, de hozzányúlni a magyar állami vagyonhoz, magyar állami tulajdonhoz nem tud. Na de, ha jól értettem, akkor a bíróság hozott egy döntést, hogy 200 millió eurót át kell utaljunk, nem teljesen világos az sem, hogy a napi 1 millió forint büntetés rá lehet-e tenni a számlára, és hogy a fellebbezésnek van-e lehetősége, vagy itt már nincs. Teljesen világos, hogy nincs. Az teljesen világos, hogy nincs, ez nem kérdés. Ez már maga egy fellebbezés, sokszoros fellebbezés után vagyunk. Tehát ugye ez a kötelezettségszegési eljárás menete úgy működik, hogy a bizottság annak idején szólt, ez nem most történt, ez még 15-16-17-es időszakban, többször szólt, hosszú informális egyeztetés, majd hosszú formális egyeztetés, majd a bizottság fenyegette az érintett államot, ebben az esetben Magyarországot, hogy elmegyek a bíróságra, a magyar állam azt mondta, hogy menjél, nem érdekel, mert igazam van. A bíróság kimondta, hogy a bizottságnak van igaza, majd utána megint hosszú informális egyeztetés, hosszú formális egyeztetés, kérés, hogy kedves Magyarország, legyél már szíves úgy csinálni, mintha. Magyarország azt mondta, hogy beszéljünk nem. Beszéljünk konkrétumokról. Itt a migránsok befogadásáról van szó, illetve azoknak a kezeléséről. Nem a befogadásáról van szó, de helyből itt kezdődnek a problémák. Nem a migránsok befogadásáról van szó, hanem az egész migrációs rendszer, az egész menedékügyi rendszernek a megfelelőségéről. Ez nem minden tagállamnak szuverén joga eldönteni? Nem. Annak idején, 1997 magasságában az Európai Unió tagállamai úgy döntöttek, hogy a menedékpolitikát az közösségi uniós hatáskörbe teszik. És ezt akkor Magyarország megszavazta? Magyarország akkor nem volt Európai Uniós tagállam. Amikor Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, csatlakozási szerződés nyomán akkor vállalt minden kötelezettséget, és nem csak hogy vállalta egy nemzetközi szerződésnek a kötelezettségeit, de megfelelő magyar törvényekbe át is ültette az akkor kialakított Európai Uniós jogszabályokat. Ezek többnyire irányelvek formáját öntötték, vagy öltötték. Ezeket a magyar állam akkoriban, a csatlakozás időszakában, illetve még előtt, tehát abban a folyamatban a magyar jog részévé tette. Majd utána az a 2015-ben induló 16-ban csúcsosodó migrációs válság során a magyar állam, a magyar kormány úgy döntött, hogy jelentős részben ezeket a szabályokat ő úgy átírja, ahogy ahhoz nem volt hozzájárulása az Európai Unió részéről, és mondom és hangsúlyozom, hogy ez nem csak, messze nem csak egyszerűen a befogadásokról szól, hanem ez a menedékkérelmek kezeléséről. Ugye a Strasbourg-i Bíróság több esetben is elítélte Magyarországot, sajnos az elmúlt években, nem azért, mert nem akartuk a bangladesi menedékkérőt befogadni, hanem azért, mert olyan jogszabályokat írtunk meg, léptettünk életbe, ami eredményeképpen a bangladesi menedékkérő be se tudta adni megfelelően a menedékkérelmét. Nem belemenve a részletekbe. Tehát ez egy nagyon régóta rotyogó probléma sajnos. Tehát akkor, hogy nézőink is, meg én is, akinek nincs jogi végzettsége, értsem. Ha az Európai Unióba való belépésünk előtti
létező szerződések ránk is kötelező értékűek. Vállaltuk őket, amikor belépünk. Na most, ha a mi törvényeink előírják, hogy menedéket úgy kérhet valaki, hogy beadja egy követségen, igazolni tudja azt, hogy hogy hívják, hol született, leigazolható, hogy nincsen nemzetközi körözés alatt, nem ölt útközben embereket, nem volt terrorista. Ha mindez nincs meg neki, és mindennek nem tud eleget tenni, mi ennek ellenére meg kell indítsuk az eljárást befogadni az Európai Uniós szabályok szerint? Nem kell befogadni. Illetve elindítani az eljárást. El kell indítani. De hogy lehet eljárást elindítani? És ezt már tapasztalom, ha én most elmennék az ön ügyvédi irodájába, és aminek nekem továbbra sincs, mert továbbra sincs, de jogi végzettsége van, igen. És ha majd egyszer unatkozni fog, akkor a megfelelő szakvizsgát is leteszi, és elmegy ügyvédbojtárnak, és akkor majd ügyvéd lesz. Az első dolog, tudni szeretné, hogy kivel áll szembe, és hogy egyáltalán jogom van-e bármit is a saját nevembe aláírni. Tehát magyarra fordítva, van-e személyigazolványom, van-e lakcímkártyám, és mit tudom én, még milyen okmányom, amivel igazolni tudom magam. Ha mindez nekem nincs, akkor ön a feltételezhető ügyvédi irodába azt fogja mondani, drága Breuer úr, keresse a haverjait, én így magával nem tudok semmit csinálni. Mert ügyvédként nem is vagy tudom. Vagy ha véletlenül van egy olyan papírja, amit valamelyik rendőrségről hozott, hogy ön így meg így hívják, de az okmányait ellopták, és ott ezen a papíron van valami utaló arra, hogy hogy is hívnak, hol is születtem, amit lehet, hogy a rendőrség csak bemondás alapján, de az lehet egy mankó, akkor azt mondja, hogy na átmenetileg ezt elfogadom. Ha mindez nincs, akkor mit tud velem csinálni, azon kívül, hogy elküld? Azért picit sántít az összehasonlítás, mert az ügyvéd az nem állam, tehát az ügyvéd az jogalkalmazó, tehát az ügyvéd a jogszabályi környezet. De ha azt mondja, hogy jogalkalmazó, akkor az, aki a menedék kérővel beszélni tud, az is egy jogalkalmazó, igen, nem? Igen, viszont a magyar államnak a felelősségéről van itt szó, és ugye a magyar állam olyan jogszabályokat írt, amivel ellehetetlenítette konkrétan ezeket az eljárásokat. Mert amikor mondjuk azt mondja a magyar állam, hogy hozzám te ne is adjál be ilyen kérelmet, mert én már most tudom, hogy az neked nem fog járni, és akkor nem is adhatja be, mert amikor törvénybe írja a magyar állam, hogy a Szerbia felől érkező menedékkérőnek helyből vissza kell dobni a menedékkérőnek. Mert már egy biztonságos országon mert szerintem az egy biztonságos ország. Hát ez azért akkor azért az... A magyar jogalkotó tudja azt, hogy ez az adófizető magyar állampolgárnak büntetésgyanánt 200 millió euró és napi 1 millió plusz bünti kamat jár? Most már tudja, hogy annak idején mit tudott erről a magyar jogalkotó, azt nem tudom, de azt tudom, hogy például én is 2015-16-ban elmondtam, hogy baromi nagy büntetés lesz ennek a vége. Én sem tudtam megmondani, hogy mekkora, csak annyit mondtam szó szerint, ugye mai napig elérhető ez a nyilatkozatom, hogy várhatóan komoly és nagy összegű büntetés lesz. Van erre az Európai Unió történetében precedens már? Nincs. Ugye alapvetően a kötelezettségszegési eljárások nagyon ritka, hogy végig mennek. Most sokan azért csodálkoznak ezen, mert tényleg nincs élő gyakorlat, kevés ilyen eljárást láthattunk magunk előtt, és általában, hogyha egy kötelezettségszegési eljárás végigment, akkor az érintett állam mindig sok kötelezettségi eljárás, kötelezettségszegési eljárás van az EU-ban. Az érintett államok a leges-leges-leges legutolsó pillanatban általában mindig kiléptek belőle, visszakoztak, azt mondták, hogy jó, akkor egye fene, akkor megcsinálom, amit akar a bizottság, meg akkor nem kell a második körre a bíróságra menni, nincs értelme, úgyis tudom, hogy veszteni fogok, stb. Stb. Ez az első olyan alkalom szerintem, amikor egy tagállam úgy viszi végig a kötelezettségszegési eljárást, hogy az első pillanattól tudja, hogy nincs igaza. És azon nézzük meg, hogy mi lesz belőle, és én egy picit meg is lepődtem azon, hogy ennyire magas összegű bírságot állapított meg a bíróság, mert hiába mondtam, hogy magas ennek lesz. Ennek a bíróságnak van akkora jogköre, hogy ilyen drasztikus ítéletet hozzon? Van, csak erre nem nagyon került sor korábban, mert mondom, egy tagállam sem volt ennyire ostoba már elnézést, hogy végigerőltesse ezt a dolgot. A bizottság elnökasszonya kegyelmet adhat? Ki adhat kegyelmet ebben? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Ugye itt jönnek azok a bizonytalanságok, amihez muszáj előre közölni, hogy mivel nem nagyon volt még ilyen, ezért kialakított gyakorlat sincsen. Én azt gondolom, hogy
hát nyilván ez nem formális értelemben kegyelem, de a politikai mozgástér annyiban mindenképpen van, hogyha a bizottság úgy dönt, vagy a bizottság elnöke úgy dönt, hogy ő nem erőlteti a kikényszerítését, a végrehajtását ennek az ítéletnek, akkor az nem lesz erőltetve. És akkor de nem ez lesz a bíróság baj. Úgy tűnik, hogy egy kicsit át is van politizálva, hisz a legutolsó döntésében azt is megmondta, hogy hány nap múlva fog jelentkezni újabb szankciókkal. A bizottság vagy a bíróság? A bíróság. A bíróság egyértelműen kell, hogy tegye az ítéletében, hogy mi van. Tehát én azt látom a bíróságot, hogy ebben mennyi a politika. A bíróság egy végrehajtó is egyben? Nem, nincs a bíróságnak ilyen jellegű végrehajtási jogosítványai nincsenek. Azért van az, hogy a bizottság küldött felszólító levelet. Például ebben a bizottságnak van hozzáférése például olyan pénzügyi alapokhoz, ahol például egy letiltás eszközölhető. A bíróság önmagában szerintem nagyon komoly probléma lenne, és eléggé aggályos lenne, hogyha a bíróság megtehetne ilyesmit közvetlenül. Mindazonáltal, és azért mondom, hogy egy új helyzetben vagyunk, ilyen még nem nagyon volt, elképzelhetőnek tartom, a következő hónapok eseményei ebben a vitában meghatározóak lesznek arra nézve, hogy a jövőben hogyan kezeli majd az Európai Unió az ilyen ügyeket. Tehát akkor mi vagyunk a kísérleti? Igen. Nyúl. Az a probléma, hogy mi most a magyar kormány ment el először úgy a falig, hogy arról háromszor egymás után le is pattant, többször megpróbálta áttörni, lepattant, nem sikerült, és most mindenki néz ki a fejéből, hogy akkor mi lesz, hogyan lesz tovább. Szerintem az Európai Bizottságnál dolgozók sem örülnek ennek a helyzetnek, mert ez egy újszerű helyzet. Politikailag ráadásul rettenetesen kínos. Nagyon nehéz így fölfogni, hisz ugyanakkor látjuk, halljuk a nemzetközi televízió adásaiban, élőadásban, hogy a bizottság elnök asszonya not so friendly, hogy finoman fejezzem ki maga Magyarországot, illetőleg a külügyi biztos üvöltözik, és megpróbálja a szokásjogot is felülírni, és arra buzdítja a minisztereket, hogy ne jelenjenek meg a soros elnökség alatt. Tehát egy csomó olyan precedens teremt, aminek később komoly következménye aminek lehet. Aminek viszont ugye az a baj, hogy ennek előzménye van. Tehát hatás, ellenhatás, akció, reakció. A külügyi biztosnak a magatartását részben az magyarázza, nem azt mondom, hogy indokolja, de magyarázza, hogy például a Unió tanácsának, soros elnökségének ilyen jellegű külpolitikai célokra való demonstratív, politikai kommunikációs jellegű felhasználása, mint amit a magyar kormány csinál. Ilyen megint soha nem volt korábban. Oké, de ez is megér egy misét egy bíróságon, megnézni azt, hogy ő a fentevezett miniszterelnök, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke elmegy tárgyalni X-el, és úgy mutatkozik be, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök vagy, aki éppen a soros elnökséget tölti be. Ezzel nem média, mondta azt, hogy... De közben a közösségi médiás fényképein ott van az EU elnökségi logó. És amikor ott áll mellette Vladimir Putyin, és azt mondja, hogy Viktor képviseli az Európai Uniót, akkor Viktor áll mellette, és nem javítja ki. Tehát ez az a baj, hogy itt azért olyan dolgok történnek, amik hatás ellen hatás. Tehát reakciókat válnak ki. És ezért mínuszba lehet nyomni Magyarországot? Nem ezért. Nem ezért. Mindenféle egyebekért. Nem, ezek csak olyan politikai cselekmények, aminek politikai ellenhatásaként mondjuk lehet, hogy Borrell üvöltözik az emberrel vagy a külügyminiszterrel, ami nem jogi kategória, hanem politikai. Az, hogy van egy feszültség különböző Európai Uniós vezetők és mondjuk a magyar kormány képviselői között, ez is egy következménye valaminek. Amiben persze aztán mi leállhatunk ilyen stilisztikai vekengésekkel, hogy illik-e kiabálni egymással vagy nem, érdemben ez nem azt nem szoroz. A probléma és a gond ott van, hogy kialakult egy olyan helyzet, ahol aztán ilyen dolgok történnek. Utolsó kérdésem mára, mert ezt sem értem. Lehet, hogy az Európai Unió bizottsága, vagy a fennnevezett Strasbourgi bíróság rosszul látja a helyzetet, és azt hiszi, hogy a magyar politikusok, a kormánypárti politikusoknak van egy külön kasszája, ahonnét ki lehet fizetni 200 milliót, plusz napi újabb 100 millió, vagy mit tudom én mennyi büntetést, hisz a napnál világosabb, hogy ezt az állam pénzéből, az állampolgárok adóforintjaiból, na most, hogyha
azért is lehet perelni egy országot, mert mínuszban van a költségvetése. Hát ettől aztán még nagyobb mínuszban lehet. Tehát itt, igen, a túlzott deficit eljárás egy külön. Tehát ha ki akarunk nyírni egy országot gazdaságilag, akkor ezt kell csinálni, és kész. Ketté választanám a kérdést. Az alapprobléma, az alaphelyzet az, hogy a anyagi szankcionálásnál jobb, hatékonyabb és békésebb eszköz nem sok van. Tehát az alternatív, hogy bevonulnak a megszálló seregek, és akkor rend lesz az országban. Most az Európai Unió ilyet nem csinál. Már csak azért sem, mert most nincsen. Most akar épp egy hadsereget. Már csak azért, hogy nincsen saját hadserege, de hát ugye Orbán Viktor egyik legnagyobb támogatója ennek a gondolatnak, tehát ez lehet, hogy végig kéne már gondolni. Nem hiszem. A lényeg az viccet félretéve, hogy a pénzügyi szankcionálás az nyilván az állami költségvetést érinti. És most csúnya dolgot fogok mondani. Egy normális országban az a politikus, az az állami vezető, aki ilyen döntést hoz, tudván, hogy ennek mi lesz a következménye, mert ezt nagyon sokan szerintem elmondták a politikai döntéshozónak, mondom én is, már 16-ban megmondtam. És vannak benne jól fizetett, hozzáértő jogász, kollégák, akik ugyanúgy megmondták, remélhetőleg. Vagy a politikai döntéshozó, vagy hogyha nem mondta meg neki a hozzáértő, akkor az. De valahol ezt a felelősséget lehet, és ideje lenne, hogy érvényesítse is valamilyen formában valaki, aki olyan döntést hoz az állam képviseletében, aminek az az eredménye, hogy utána nem tudom hány százmillió eurót kell fizetni, utána az az ember vállaljon felelősséget, ha kell, a saját vagyonával ezért a döntéséért. És akkor ez rögtön megoldja a problémát. Az a baj, hogy Magyarországon ennek nincsen kultúrája. Tehát, hogy jól értsem, lehet, hogy ez egy előjele annak a szismológok, hogyha várhatóan földrengés lesz, hogy esetleg ki akarnak rúgni minket, akkor nem egyszerűbb megmondani, hogy menjünk a fenébe. Nincs értelme egy tagállamot kirúgni az Európai Unióból, ennek módszere meg eljárása sincsen, és semmi értelme egy tagállamot kirúgni, sokkal több értelme, hogyha egy tagállammal ki akar szúrni az Európai Unió, vagy a többi tagállam, benn kell tartani a rendszerben, meg kell vonni a jogosítványait, és csak a kötelezettségei maradjanak meg. Na, jó reggelt kívánok, ezt hívják úgy, hogy 7. cikk szerinti eljárás, ami jelenleg csak azért akadt el 18 óta, mert a tagállamok egy része a tanácsban nem nagyon érti az egész történetet, de majd rájönnek. Nem kell egy tagállamot kirúgni. Nem is lehet, nincs is értelme. Vannak sokkal fájdalmasabb potenciális szankciók Magyarországgal kapcsolatban sajnos az elmúlt években. Az Európai Unió is sokat vesztett azzal, hogy Anglia kilépett. Igen, és azzal is nagyon sokat veszít, hogy például Magyarországgal és a magyar kormánnyal egy folyamatos konfliktusban van. Ez a borzalmas ezekben a politikai helyzetekben, hogy egyébként a nap végén mindenki veszít. Köszönöm, hogy rendelkezésünk állt, és mielőbb visszavárjuk, hogy ezt a sok illogikus, érthetetlen dolgot megpróbáljuk megérteni. Kedves nézőim, mi nem önök ellen vagyunk, hanem önökért. Kormánypárt részéről ma nincs itt senki, de bízom benne, hogy előbb-utóbb valaki megérkezik, és nekik is feltehetjük a kérdést, hogy vajon mit akarnak tőlünk, ők biztos tudják. Előzetesek, és már is jövünk vissza a következő vendégemmel.